mekkora legyen. Ez az idős asszony épp szalonnát vesz a szekszárdi piacon. Azt mondja, mindent megkap itt, amire szüksége van. Én szeretek ide járni, gyakran járok, mondhatni majdnem minden szombaton. Most ugyan nem, mert nem voltam most 2 hete, most jöttem először megint. Ez a másik asszony is rendszeresen jár ide. Azt mondja, a veszélyhelyzet sem tántorította el ettől a szokásától. Hagyomány nálam, én évek óta az a helyzet, hogy évek óta nagyon szeretek a piacra járni, és nekem megvan a megszokott helyeim. A koronavírus járvány miatt csökkent a vevők száma a vásártéren, így kevesebb bevételhez jutnak az árusok. Ennek ellenére a legtöbben nem növelték az áraikat. Nem emeltünk semmit. Minden ugyanaz, mint tavaly volt. Sor áll ennél a húskészítményeket áruló pultnál is. Stadler László kereskedő már 12 éve jár a szekszárdi piacra. Bár ő sem emelt idén az árakon, saját bevallása szerint nem adja olcsón a portékáját. Mégis sok a visszatérő vásárlója. Most jelenleg úgy érezzük, hogy egy kicsit azért lassabban vásárolnak, de hát az jelenlegi helyzetre tekintetve valószínűleg, hogy most már azért kicsit spórolgatnak, ahol tudnak, de azért fogy az áru, nem úgy, mint tavaly. Tavaly észre sem vettük igazán, hogy akkor is ugye már vírushelyzet volt, most már azért érződik sajnos itt is. Azt mondja, Nagyszombaton is kijön, mert bár nem számít jelentős forgalomra, biztos benne, hogy lesznek olyanok, akik eddig nem értek rá beszerezni a húsvét egyik elengedhetetlen kellékét, a sonkát. Ennél a pultnál az ünnep másik fontos hozzávalója kapható, a tojás. Ez a házas pár már több mint 30 éve árulja termékeit a szekszárdi piacon. Szabó Ferenc elárulta, a takarmány majd 25%-os áremelése miatt nekik is növelni kellett a tojás árát, de így is 50 forint alatt maradtak. Hozzátette, egy átlagos piaci napon körülbelül 2000 darab tojást tud eladni, de most a húsvét közelettével ez akár a dupláját is elérheti. Főznek, festenek, erre még nagyon divat a tojásfestés, azt sokat visznek festeni. Csak bajba vannak vele, mert nekünk bélyegezni kell, és ugye ezt a bélyegzést nem nagyon fogja a festék. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020-ban átlagosan 17 000 forintot költöttek a magyar háztartások a húsvétra. A szakértők szerint idén ez a norma csökkenni fog.